Köszöntöm nézőinket, Értéktár című műsorunkat látják ma. Dévai Nagy Kamilla, kiváló énekművész, korepetitor tanára vendégem, aki színpadra lépésének 55. évfordulóját fogja ünnepelni most ezen a héten, pénteken, az Uránia nagy színpadán. Nagy-nagy szeretettel és tisztelettel köszöntelek, remélem, hogy sokan ott lesznek ezen a koncerten, ami kiváló zenei és művészeti csemege lesz, de hogy egy kis ízelítőt adjunk a nézőknek a munkásságodból, kezdjük az egészet egy dallal. Pusztuláskor, novemberi dírulláskor, ti nálatok lett a kertben, ránk hullott a fa levél. Az öreg fa hervat lombja, mintha nékünk szólott volna, mintha minket intett volna, vigyázzatok, jön a tél. Ervadáskor, pusztuláskor, novemberi dírhulláskor, visszasír a lelkem hozzád, szép szerelmem, kedvesem. Mintha ott a kertben lennék, száll a levél, száll az emlék, szálló levél, szálló emlék, körül repes csöndesen. Ervadáskor, pusztuláskor, novemberi dírhulláskor, ti nálatok lenn a kertben, most is hull a fa levél. Most is hervadt a falombja, de most mintha sírva szólna. Ugye, ugye, nem hittél, rövid a nyár, itt a tél. Meghallgattuk a zenét, és remélem, hogy tényleg kedvet kapnak a nézők ahhoz, hogy elmenjenek akár erre a jubileumi koncertre, akár utána, máskor, amikor fellépsz. Teli vagy energiával, sugárzol. Ezt a hihetetlen erőt, ezt miből tudod szerezni, megtartani? Hát úgy gondolom, hogy tényleg nem tudok más egyebet mondani, mint hogy nagyon szeretem azt, amit csinálok, és hihetetlen örömet és boldogságot jelent, és amellett ott van a 6 unokám, ők a hátország, a 2 nagyszerű fiammal, és egész egyszerűen úgy rendben van az életem, és azt csinálom, amit a világon a legjobban szeretek. Én még az éneklésnél is jobban szeretek tanítani. És az, hogy most megmutathatom ez alkalommal, mert ezt találtam ki, hogy valahogy őket is oda tárjam a nagyvilág elé, hogy 55 év, hát akkor 55 új arc, akik nem is annyira új arc, mert hiszen sokat már ismertek közülük. Nagyon nagy bajba lennék, ha most kihagynék valakit, de megpróbálom végigmondani, akiket ismerhettek a kedves nézők és hallgatók. A Misztrál együttes, őket gondolom mindenki ismeri. Akkor a Regélők ének együttes, 4 erdélyi fiatalból álló csapat, és csodálatosan viszik tovább ezeket a krónikás ének hagyományokat, tehát balladákat, népdalokat, megzenésített verseket énekelnek. De ott van az Osztobáta együttes, akik szintén ugyanezt, de még népzenét is játszanak mellé. Akkor ott van az Erdélyben a Terrasszikulórum együttes, a hazament diákok alakították, és
nagyon fontos megemlítenem Szakács Ildikót, aki operaénekes lett. Az operaháznak volt ugye a tagja, hát most már senki nem a tagja, de azért odáig jutott, hogy én királynőjét énekelte. És még van két, egy erdélyi és egy kárpátaljai növendékem ebben az operakórusban, Csobolya József és Szabó Gyula Győző. Aztán hadd említsem az Operett Színházban György Rózsa Sándort, aki Gyergyó Remetei növendékem. Ő Jézus Krisztus szupersztárt, Bóni Grófot, mindenféléket játszik, és ott van Vanya Róbert is, aki csodálatos mozgásával és énekhangjával szintén az Operett Színházat erősíti, és még Kurkó Józsikát hadd említsem, aki az én családomnak is az ősi fészkéből, Csíkszentdomokosról származik, és ő pedig a Turay Ida Színházban van. De a többiek is, mind aki esetleg nem színpadon játszó, és ott a reflektorfényben élő valaki, azok is mindig összejárnak, mindig énekelnek, mindig csodálatos élmény egyszerre újra emlékezni azokra az évekre, amikor ez az iskola kezdődött. Méghozzá a Krónikás Zenede tanítványairól beszél ilyen hihetetlen szeretettel Dévai Nagy Kamila. Kamila, olyan érdekes van, amikor egy ilyen jubileumi koncertre készül valaki, akkor elsősorban a saját pályafutását szokta végigelemezni, a saját dalait, nagy sikereit veszi elő, és azért te elkönyvelhetsz magadnak elképesztő sikereket, hiszen ez a 55 év minden időszaka meghozta azt a fajta műfajt, azt a képviseletet, amit nem csak Magyarországon, hanem külföldre is tudtál importálni a magyar krónikás zenei irodalomból. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy jó voltak sok száz évvel ezelőtt krónikások, de ezt a fajta műfajt te élesztetted újjá, és kezdted el ezt a regélő fajta, de nagyon szép modern hangzásba ültetett zenei tevékenységet, jól gondolom? Igen, először, amikor megfogalmazták, hogy mi is ez a krónikás zene, de először még hosszabb neve volt, Krónikás Ének Zeneiskola. Ez volt a neve, és tulajdonképpen mindenkinek azt mondom, hogy ne essen kétségbe, ha nehéz helyzetben van. Mert nekem miből született ez a krónikás zene? Hát a halálból, a szó szerint autóbalesetből, amikor én azt hittem, hogy a bénaságból ki se fogok tudni jönni, és soha többet nem úgy énekelni, egyáltalán létezni se nagyon fogok tudni. Na hát, megmaradt a gitárom, ezt sokszor és sok helyet mondtam, de annyira fontos, hogy muszáj most is megemlíteni, mert azt kérdezted, honnan van az erőm. Hát tulajdonképpen onnét, hogy tudom, hogy a Jóisten mind a két szemét olyankor kinyitja, ha én bajban vagyok, és érzem azt, hogy odafigyel rám, és ez nem nagy képűség, mert ennél nagyobb jelet kapni, hogy az a gitár, az a mínusz 23 fokos autó roncsban ott ül két napig, aztán utána behozzák a 24-25 fokos szanatóriumba, ahol én próbálok beszélni, járni, tanulni, és akkor egyszer csak ez a gitár, ez meghozza a reményt. Ez maga a hit, maga az üzenet, amit én annyira megértettem, hogy fel is tettem a kezem, és azt mondtam, hogy igen, uram, értettem. Ő megmaradt, mármint a gitárom, mert nem ez. Minden más összetört. Igen, minden. Hát egyszerűen a kerekén, a talpán, az oldalán mindenütt forgott ez az autó, mert hiszen hó és jég birodalma volt, Magyar Kultúra napja, január 22-e, ilyen vastag jég volt, és még a jégen is 120 métert pörögtünk így-úgy, és egy fenyőfában, mint hogyha ez valami jel lenne, egy fenyőfában állt meg. És ebből előszedni úgy egy gitárt, hogy egyrészt semmi baja nincs, másrészt közel 50 fok hőmérséklet különbséggel nem hangolódik el, hát ezt én semmilyen beszélgetésből nem tudom kihagyni, de ezért. Mert emberek, nehéz helyzetben vagytok, akkor egyszer csak jön valami, csak vegyétek észre, valami jel, hogy tápászkodj fel, akarjad valakiért, a családodért, vagy valamiért, valami ügyért, de érdemes élni tovább, és érdemes küzdeni, hogy visszakapja az ember az erejét, az energiáját. És hát velem ez történt, és ott a szanatóriumban, amikor a nyomorúságokkal küzdöttem, akkor fogalmazódott meg bennem, hogy te, mondom így magamnak,
hát ennél jobb pillanatot, hát most kell megcsináljad az iskoládat. Ahhoz nem kell, még ha tolószékbe vagy, akkor is fogod tudni tanítani, mert a kezed, hála Istennek, mozog. És az agyad megmaradt, nem lettél hülye az esés következtében is. Hát akkor tessék tovább csinálni most más úton. És az más, hogy ezzel együtt is a színpad is nagyon megmaradt, mert nagyon sok előadásom van, elsősorban a Kárpát-medencében. Most is megyek, november 25-én lesz a látássérült gyerekek iskolájáért Székelyudvarhelyen egy előadás, és oda megyek, mert ez is egy csodálatos ötlet. Nem volt, magyar nyelven nem volt a vak gyerekeknek, a látássérült gyerekeknek nem volt iskolájuk, és most van, illetőleg lesz, és ehhez segítek én hozzá gyűjteni. Na, megállítalak egy pillanatra, mert ide kapcsolódik az, hogy itt van egy három kötetes életrajzi mű, ami szintén az első sorától az utolsóig a saját alkotásod. Ott a kórházban döntötted el, hogy le fogod írni az életedet? Hol voltam még akkor ettől, dehogy is, álmomban sem, hanem hát a balesetnek most már 28 éve volt, és a kórházban még minden erőm arra kellett, hogy összerakjam újra magamat, és hitem legyen, és erőm. Sokkal később, tulajdonképpen akkor, amikor közeledett a 70. születésnapom, és azt a Nemzeti Színházban volt lehetőségem megünnepelni, szintén diákokkal, és akkor az, hát nem tudom elmondani, micsoda élmény volt, úgy tolultak elő azok a dalok kapcsán, azok az utazások, azok az élmények. Az első kötetben, most akkor én is mutatom, az első kötetben csupa érzelmes családi dolgok vannak, hogy honnan kerültem elő, ki vagyok én, milyen gyerek voltam, és hogy kerültem egyáltalán a színpadra, amikor csak tanítani akartam. A második kötetben a világ körüli utakról beszélek, és hát ott van olyan, amit csak így érintőlegesen mondok, hogy két szoptatás között egy énekesnő hogyan érkezik vissza Magyarországra útlevél nélkül. Egyetlen fegyverem volt. A neved? Nem. Egyetlen nevem volt a kebelem, ami átázott a tejjel, mert ugye két szoptatás között voltam, és egész egyszerűen felkaptam, és lelőttem vele a határőrt, aki üvöltött, hogy tiszta tej vagyok, de végül is így engedtek át, hogy értsék meg, én nekem muszáj a gyerekemet etetni. Szóval ezt csak úgy mondtam, hogy ilyen. Hát sok sztorit elképzel az ember Divany Nagy Kamiláról, ezt éppen nem, mert ugye inkább azt mondja az ember, hogy olyan fenkölt, olyan teli irodalommal, költészettel, zenével, a kicsit a föld felett járó művésznőről van szó, és közben egy ízig-végig magyar anya, teli temperamentummal, 20 körömmel, persze. Szenzációs, persze. Nagyon kellemes, vagy persze. Kedves a történet. Persze. Aztán a másik meg olyan csak ízelítőül, tényleg röviden mondom, hogy Észak-Koreában voltam, és Kim Ir-sen jelenlétébe, aki ott ült az erkélyi páholyában, egy olyan dalt találtam elénekelni, amiért 30 éve halál és börtönbüntetés járt, és én nem tudtam, hogy én egy dél-koreai hegyről énekelek Észak-Koreába, amiért, mondom, olyan büntetések voltak, tehát a 6000 személyes az közönség... betiltott dalok közé abszolút, mondom, hogy börtön... Irredent, ahogy és, igen. Igen, olyan, mintha Kolozsvár színpadán Ceausescu időkben odaálltam volna az eredeti székely himnuszt énekelni, igen. Mondjuk 1970-ben. Szóval, és ennek a varázsát nagyon megéreztem, mert úgy énekeltem, mintha tényleg az enyémeknek énekelnék, ugyanis a 6000 ember előre borult, és elkezdett azonnal, de mintha így beintettem volna, hogy na, sírni és... Olyan volt, azonnal elkezdtek sírni, mert ezt a dal, ez a leg... És elmondta nekünk a koreai tolmácsunk később, mert én is kérdeztem, hogy miért sírnak. Hát tudom a szövegét, Áriránk hegyén átmentél, én édes rózsám itt hagytál, de abban reménykedem, hogy visszajössz még. Ezen nincs mit sírni. És akkor mondta el a tolmács így törten, hogy tudod, Camilla, van nekünk ez nagyon szent dál. Ezdál nem énekelheti senki, ezdál még gondolatban sem meghallani nekünk nem szabad. Ez van nekünk legszentebb dál.
tudod, Észak-Korea és Dél-Korea van nagyon rossz viszony, és ez hegy, Arirang hegy, van Dél-Korea, és te elhoztad nekünk Arirangot, és elhoztad nekünk szabadság érzést, és elhoztad nekünk, ez nekünk nem bevallottan himnusz. Na, ezt énekeltem el, úgyhogy nem tudtam róla, és úgyhogy a próbán két markos koreai ember úgy kivitt, hogy a lábam se érte a földet, mert hogy ezt nem lehet énekelni. És képzeld el, hogy a gyomrom mekkora volt, hogy én most tegnap kirúgtak vele. Most merjem énekelni, vagy nem merjem, de azt, amikor a próba közönség, akik ott voltak, azok sírtak, hát mondom, ok nélkül nem sírnak. Ennek valami jelentése, valami van, és még a meghajláskor se tudtam, hogy merem énekelni, vagy nem. És aztán egyszer csak azt éreztem, hogy lesz, ami lesz. Élő tévéközvetítés van, lelőni nem lőhetnek le, megállítani megállíthatnak, de az nekik baj. Úgyhogy végül is elénekeltem egy csillogó szemekkel, de úgy éreztem magam, mint egy Jeanne d'Arc. Érted? És olyan boldogság volt, hogy éreztem, hogy valami olyat adtam nekik, ami nekik nagyon fontos. És csak másnap tudtam meg, hogy mi volt ez. Na, ilyenek vannak a második kötetben, a harmadik kötetben a balesetről írok, illetőleg arról, hogy hogyan tápászkodtam fel, tehát azt inkább bátorításnak szánom azoknak az embereknek, akik nehéz helyzetbe kerülnek, hogy muszáj kitápászkodni. Hát azt gondolom, hogy ennél nagyobb erőt nem sugallhat senki ma este önöknek, hiszen egészen furcsa világot élünk, bizonytalan világot élünk, az emberek teli vannak szorongással, de bátorsággal, kiállással azért sok mindent el lehet érni, és hogyha valakitől tanulni lehet, akkor egész biztos, hogy Kamilla az. Egy picit az ünnepi hangversenyről beszélgessünk még, és a végére tervezünk egy csodálatosan szép dalt, a Via Dolorosa a címe. Via Dolorosa, majdnem a Dolorosát kihagytam belőle, amit egészében szeretnénk bejátszani a nézőknek. 55 év, 55 tanítvány jelenlegi és volt művészek, illetve nem művészek, de tanítványok állnak melletted majd a színpadon egyszerre. Ez azt gondolom, hogy tulajdonképpen még Guinness rekordnak is számító vállalkozás. Gondolom, hogy mindenki első pillanatban azt mondta, hogy jövök, bárhol vagyok, az világban, és ott leszek, ott állok melletted a színpadon. Mi lesz az a produkció, amit így együtt eladtok, és egyáltalán tudtatok-e 55-en együtt próbálni? Először is rögtön erre az utolsóra mondjam. Hát nagy, akkora dolog 55 diákat összeszedni, ugye aki már felnőtt és dolgozik, és három gyermekes családapa vagy családanya, hát nem lehet őket olyan egyszerűen mozdítani. Egyáltalán megtalálni őket a világban. De, hát szerintem, ha a hadzsákból hát küldtek volna összeszedni, előbb összeszedem. Na mindegy, de azért interneten keresztül is próbálunk, és a mostani növendékeim, nem tudom milyen hálával mondani, hogy feláldoznak mindent, és jönnek, és egyénenkénti órán, és velük közös órán is tudunk dolgozni. Hát a műsort azt úgy állítottam össze, először is hadd mondjam, hogy minden önzés nélkül, de ez most nagyon én leszek. Ugyanis, hát arra fognak menni. Ugyanis az én dalaim elsősorban a 90% a saját szöveg, saját dallam, aztán az összeszerkesztése a műsornak az is az enyém, a megvalósítása is tulajdonképpen rám maradt, mert én vagyok a rendező, bár vannak segítőim, és ezt nagy köszönettel hadd mondjam Olás Sándor operaénekesnek, aki egyébként is az iskolának már az énektanárja, ő tanítja a diákokat hangképzésre. Tehát ő lesz a hangbeállásnál majd a nagy segítő, mert 52 embert nem egyszerű bemikrofonozni, mert van olyan, akinek csiptetős mikrofonja lesz, van olyan, ahol kondenzátoros mikrofon kell, van olyan, ahol elől három puska mikrofon lesz, meg fentről is, tehát ezt belőni, ezt nem is tudnám egyedül, tehát ezt az Uránia emberei és Olás Sándor segíti, másrészt pedig az én drága volt férjem, akivel csodálatos jó kapcsolatban maradtunk, és a bátyám, és a testvérem, és a gyerekeim apja, és egész végig mindig csodálatos kapcsolatban voltunk, és vagyunk. Ő a vetítéseknek a gondozója, mert ő készített a
egyes dalokra különböző képsorokat, és azok is fognak menni, mi alatt mi énekelünk. És hát aztán hogy szedtem össze a dalokat? A legkedvesebb és legrégebbi dalaimat szedtem össze, és amit a diákjaimmal nagyon sokat énekeltük. Tehát három olyan közös szám lesz, amiben tényleg mind az 55-en részt veszünk, és különben ilyen nagy szórással, nagyon érdekesen, hol lesz olyan, amit teljesen egyedül én énekelek, vagy teljesen egyedül a másik, szóval szólók és közjátékok lesznek, többféle hangszer is, úgyhogy nagyon, jaj, ki ne felejtsem, Bújtás Anita, a hegedű művész lesz az igazi meglepetés, aki egy igazi, komoly zenei, csodálatos hegedű művész, és most tér vissza a színpadra, és úgy gondoltam, hogy ha megkérem és segít, akkor nagyon-nagy örömmel hívom őt. Úgyhogy így leszünk elég sokan, és ha azt mondom el, hogy kezdődik, csak elmondom az elképzelésemet, hogy a fejemben mit alkottam, akkor a kedves hallgatók is, nézők is talán kedvet kapnak, hogy jöjjenek, még lehet, még van, nem sok, de még van jegy az Urániában. Úgy fog kezdődni az egész, hogy megtalálta a férjemnek az egykori évfolyamtársa, egyetemi évfolyamtársa, az 1968-as első, legelső önálló estemet. Képzeld el, úgyhogy azzal fog indulni, hogy beszélget a közönség, és egyszer csak úgy előbúvik egy hang, ilyen, hogy kedves diákok, nagyon örülök, hogy itt vagyok, hát tudjátok, ennyi embernek még sose énekeltem, mert hát ez az életem első önálló estje, és akkor itt szépen lassan elúszik a hang, és akkor addig, amíg lesötétedik a színpad, addig jönnek a mostani krónikások, és eléneklik a krónikás himnuszt, aminek a szövege annyi, hogy árazd a szépet, árazd a jót, árazd a földre a gyógyító szót. Mint egy idézet tulajdonképpen, és utána jön Gábor, Mohai Gábor, tévébemondó, aki elmond egy rövid írást, nem az számít, hogy milyen díjak, merre járt, hogy. Elmond egy olyasfélét, hogy 1968 őszén elindult egy lány, hátára csapta a gitárját, és ment a szívéből, dalokat hozott, két fiát magához ölelve vitte a hitet, a reményt, a különböző messzire szakadt hazafi, magyarok közé, és hát most pedig üljünk le, hallgassuk meg csendes dalait és írásait, amelyet lelkünk küszöbére helyez. Nem is tudtam, hogy ennyire tudom, nem is akartam az egészet elmondani. De ez a lényege, hogy ennyit mond, se díjak, semmi, nem az számít. És akkor teljes sötét lesz, és csak egy gitár lesz ott megtámasztva a színpad szélén, megvilágítva, és akkor jövök én ki, és egész egyszerűen teljesen kifele jövök, és leülök a színpad szélére, úgy, hogy szia haver, de jó, hogy itt vagy, te is itt vagy, meghallgattok, nagyon örülök nektek, minthogyha egy ilyet csinálnék, tehát nem az a nagyságos asszony, aki ott van, hanem aki örül annak, hogy van valaki, akit még érdekel az ő éneke. És hát ezzel indul el a dal, és akkor utána én már mondogatom, hogy melyik miért. De hát ezt majd ott megnézik a kedves nézők, illetve azok, igen, akik elmennek az Urániába 17-én, hogy részesei lehessenek ennek a rendhagyó és fantasztikusnak ígérkező koncertnek, amit Dévai Nagy Kamilla hihetetlen nagy szeretettel állított össze is a tanítványaival. Szerintem aki ott lesz, annak biztos, hogy fantasztikus élményben lesz része. Mindig mondta, hogy a díjak nem számítanak, azért én gyorsan ezt az egyet kinyomtattam, és elmondom, hogy van itt Aranyfesztivál díj, Népművészet ifjúmestere, az év előadó művésze, Liszt Ferenc díj, Béres Ferenc emlékplakett, Kazinci díj, Magyar Köztársasági Érdemrend Kiskereszte, Bartók Béla emlékdíj, Cserhát művészkör örökös tagja, Magyar Kultúra lovagja, életműdíj, érdemes művész, Tőkés László díj, Szelecki Zita díj, és a tegnapi nap folyamán az utolsó,
Krúdi díjat kaptam, és ez azért nagyon-nagyon boldogító, mert itt azért az irodalmi munkásságomat nézték, tehát a verseimet, a verses köteteimet, antológiákban megjelent. Tehát itt nem az énekest, hanem az író embert írót jutalmazták. Úgyhogy én nagyon hálásan köszönöm. Kedves nézőink, az Értéktár mai adására Tévai Nagy Kamilla munkásságát helyeztük. 55 évet átülelő koncertjére invitáltuk önöket, neked nagyon-nagyon nagy sikert kívánok. Önöknek köszönöm, hogy velünk töltötték a mai Értéktárat is, viszontlátásra, és természetesen egy dallal búcsúzunk. A fájdalom útját járom, megfáradt lelkem egy járó. Uram, jóságodat várom, földi Golgotámat járom. Sérült lelkem hozom felé, alvadt vérem öntöm elé. Könyörülj meg fájdalmamon, hallgasd meg a hadgyúdalom. Hogy fáj, 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 minden percem fáj. De nem sírok, Uram, mert tudom, hogy mellettem állsz, és tudom, hogy tőlem mit kívánsz. Kelj föl és járj és kénekelj, iskoládat virágoztasd fel, tarts ki ember, bízom benned, visel terhet, bírja le. Nem sírok, Uram, mert tudom, hogy mellettem állsz, és tudom, hogy tőlem mit kívánsz. Erős vagy, hát állj már talpra, vigaszt küldök minden napra, áldásomat minden dalra, ne használd a hangod jajra. Nem sírok, Uram, mert tudom, hogy mellettem állsz, és tudom, hogy tőlem mit kívánsz. Csak egy percet kérek tőled, hajtsd meg konokszékely fődet, lendítsd meg a lelked húrját, oszlasd el a világ. De a fire.